Üdvözlök mindenkit a következőben a Velászadásban. Tegnap ért véget a húsvét, és örülök, hogy már túl vagyunk rajta, mert kicsit sok volt ez a 4 nap. Vendéglátás volt, illetve a gyerekek is itt voltak, tehát így egyszerre sok minden történt ez alatt a 4 nap alatt. De most már úgy húsvét kedv van, vagy pontosabban húsvét utáni kedv. Hát elég fagyos volt ez az ünnep, de az utolsó napon, tennap egy kicsit kisütött a napocska. Itt voltak a gyerekek, a nővérem, még kicsit később érkeztek, mert volt az autópályán valamilyen baleset, és egy órával később tudtak csak megérkezni, és itt voltak olyan este 9-ig. Jó volt a hangulat, meg minden, csak sok volt. Megmondom nektek őszintén, a családi ünnepek azok mindig túlságosan jól sikerülnek, és természetesen néha az ember egy kicsit elfárad, főleg édesanyám, aki mindig kiteszi a szívét, lelkét, hogyha vendég jön a házhoz, vagy családtag jön a házhoz, tehát ez van. Közben, ha nem zavar, benneteket iszom. Én most egy kicsit elmentem, mert metróztam egy kicsit, mert most csinálok ilyen videóválogatást az oldalamra. És most ugye frissítettem a metrós galériámat. Fantasztikusan jól sikerült. A videó alatt megtaláljátok a frissítést, mert rengeteg új kép van benne. Érdemes körülnézni, mert más is van benne. És a végén meg majd meg fogom nektek mutatni még az utóhatását a húsvéti dekorációnak. Na, következő van, miért ma belevágok a műsor mai adásába. A borító be van szkennelve, a Facebook oldalon elérhető, illetve írtam egy cikket, amit szintén elolvashattok itt a videó alatt. Na, következő van, a Benno Velász magazin jövőjéről szeretnék veletek beszélni. Mostanában létrehoztam néhány újítást, és ez a mai adás most pont erről fog szólni. Figyelmébe ajánlom minden telenovella rajongónak a következő csoportomat, a telenovellás rajongói csoportomat, latin zenei rajongói csoportot, illetve egy metrós rajongói csoportot, amelyhez bárki csatlakozhat ingyen, és a témának megfelelően szólhat hozzá. Létrehoztam összesen 3 darab Facebookos nyitott csoportot, ahova be lehet menni, és ha van kedvetek, akkor csatlakozzatok, és szívesen látlak benneteket, ott csetelni is tudtok egymással, ott össze tudtok szedni ismerősöket, bármiről tudtok beszélgetni. Ezek a mai Facebookos csoportok már ilyen chat funkciót is tartalmaznak, tehát akinek esetleg van kedve, csak csatlakozik és kiválaszthatja magának a legjobbat. Ugye előkerült egy ilyen homokóra. Ha van kedvetek, ide beteszem. Tehát itt a lényeg az egyébként, hogy szeretnélek benneteket meghívni ezekbe a csoportokba, lehet nyugodtan jönni, és hozzászólhattok az adott témához. Latin zenével. Mit ismertek? Milyen típusú latin zenei énekest ismertek? Nyugodtan megoszthatjátok a kedvenc zenéteket, de csak is YouTube link alapján. Jó? Tehát senki nem tölthet fel ilyesmit a szerzői jogok miatt. Ugyanez vonatkozik a többi dologra is. Tehát várlok benneteket nagyon sok szeretettel. És természetesen külön csináltam hozzájuk fejlécet, tehát speciális fejlécet, tehát bárki jöhet, aki csak szeretne. Ez az egyik hírem, a másik Benno Velász magazin. Na most itt van ugye a Benno Velász magazinoknak a legutóbbi száma, ami
jobb, hogyha megnézitek a vastagságát, hogy milyen vastag. Olyan, mint egy könyv. Na most képzeljétek el, ugye én mindig járok a minikopiba, és mindig szoktam járni, hát hetente egy alkalommal. És mostanában sajnos megtapasztaltam azt, hogy egyre jobban emelkednek a színes nyomtatásoknak az árai. Ki tudom fizetni, csak én már sajnálok rá annyi pénzt, hogy havi újság legyen a Benovelas magazinból. Na most a következő van. A Benovelas magazint, ugye ti is olvassátok, blog formájában. Ugye vannak blogos olvasóim, akik megnézik, hiszen látom, hogy hányan olvassák. Ezt köszönöm szépen egyébként, de a blog tartalma az természetesen nem fog megváltozni. Maximum idővel a fejlécz meg a design. Az szokott változni, az természetes dolog. A Benovelas magazin fog változni, annyi különbséggel, hogy az újságom az nem egy hónap, nem egy havonta, hanem három havonta fog elkészülni. Mert az az igazság, hogy az újságnak a fele, több mint a fele, majdnem a fele pontosabban, az a cikk, és az ez külön pénz. Tehát a fekete-fehér nyomtatásnak is megemelkedtek az árai, és megmondom én nektek őszintén, nekem ez már nem éri meg úgy, tehát igazából ez a Benovelas magazin egy olyan újság, amit én egy-két embernek megmutatok, vagy pár embernek, amit viszek magammal egy kiállításomra, vagy megmutatom a másik embernek. De igazából ez a Benovelas magazinom már igazából akárhogy is vesszük, ha nyilvánosan vesszük, egy online magazin. Egy online magazin, amiben az adott élményeimet osztom meg veletek, az összes megosztható képet berakom, és természetesen egy csomó-csomó mindent. Ám azonban elkövettem egy hibát, és erre igazából a Koncz Dezső is emlékeztetett, hogy amikor fotózok, nem tudok mértéket tartani. Tehát igazából teljesen feleslegesnek tartom azt, tehát totál feleslegesnek tartom azt, hogy én minden egyes kalandot, minden egyes élményt kinyomtassak. Mostrában odafigyeltem, hogy mennyi képet nyomtatok ki, de aztán ráébredtem arra, hogy annyi fotó van, hogy nem lehet úgy. Tehát abban is meg kell tanulnom kiválasztani a legjobbat, hogy oda passzoljon az adott témához. Tehát most a következő lépés az, hogy az újság az természetesen nem szűnik meg, csak át fog menni egyfajta évszakmagazinná. Pillanat. Én úgy emlékszem, hogy a Szeszélyes Évszakok című műsor is minden évszakban volt egy adás. Pillanat. Ugye itt van ez a Mozi Mánia, Sorozat Mánia magazin. 2023/1. Én nem fogok itt számozni, mert feleslegesnek tartom. Tehát igazából azt akarják ezzel elérni, hogy ezzel igazából ugye minden évszakban megjelenik egy újságszám. Na most a Benovelas magazin az alapból minden hónapban idézőbe téve kinyomtatom magamnak, de igazából ezt magamnak teszem el, és kevés embernek mutatom meg. Jó, a párom megnézi, mert kíváncsi rá. De az utóbbi időben túlságosan is személyes dolgokat írtam le az én életemről, és ezeket, hogy is mondjam nektek, azokat már igazából nem nagyon akarom már leírni az újságomban. A Benovelas magazin most ebben a hónapban már nem jelenik meg, hanem jövő hónapban készül el a következő szám, ami a 2023 nyári, vagyis nyári száma lesz. Az őszi szám augusztusban fog elkészülni, a téli szám novemberben készül el, december, január és februárban kész, és február végén fog elkészülni a márciusi szám. Március, április, május, tehát ez a három, ez a tavasz. És a májusi számban lesz majd a nyári szám. Tehát én igazából az évszakokat én így fogom, az évszakonkénti megjelenéseket így fogom csoportosítani.
Tervezem azt, hogy megváltoztatom úgy az újságomat, hogy rendes papíron lesz kinyomtatva, a betűméret az marad 10 pontos, ezüst szürke színű, már mostanában ezüst szürke színű az újságom, és a legjobb, tehát még egyszer mondom, a legjobb témákat választom ki az újságomban. Most például a húsvéttal kapcsolatban annyi lesz, hogy a húsvéti élménybeszámolóból pár kép lesz csak közzétéve egy újságcikkel, de a blogban azokat a képeket fogom közzétenni, amit a blogba szánok. Tehát a blog alapján, tehát amikor a blogban közzé lesz téve az adott cikk, én kiválasztok néhány képet, amit kinyomtatok, amit szívesen emlékbe kinyomtatok magamnak, és akkor azt beteszem egy ilyen kis dossziéba. Emlékszem még, amikor tavaly voltam a Spirit Színházban, kaptunk ott, mindenki kapott egy ilyen színes, gumis papírmappát, ezt előkeresem, nem tudom, hogy hol van, és abba fogom tenni az újsághoz szükséges oldalakat. Az az igazság, hogy attól félek, hogy még jobban emelkedni fognak az árak a nyomtatást illetően, mert amikor készen van a Benovelász magazin, akkor a végén plusz 2000 forintot és ott hagyok a boltban, mert fém sínezést kap. Tehát ez a fajta fém sín, amit kap az újságom, és ez őszintén szólva, ez drága. Ez egy tartósítószer, ahogy vesszük, vagy ha mivel rá van így szó szerint préselve az újságra, de az az igazság, hogy drága egy újságnak a kinyomtatása, és én másra is szeretnék pénzt költeni, ennyi. És ezt a döntést én már régóta meghoztam magamban, mert az az igazság, hogy a legfontosabb, a legjobb és a legszebb emlékeket szeretném kinyomtatni magamból. És az orvos azt mondta nekem, hogy nem szabad a rossz dolgokról írnom, tehát nem szabad mindig a szomorúságot kiírnom magamból, a félelmeimet, mert ez is okozhatják a rémálmaimat, amik gyötörni szoktak. És jó, hogyha az ember kiírja magából a félelmét, a fájdalmát, de úgy érzem, hogy ha kiírom magamból, azzal csak magamban erősítem az adott problémát. Én a szép dolgokat szeretném kiírni magamból, tehát ez is egy változtatás lesz, bár ezt sokszor elhatároztam magamban, de most, mivel az orvos megmondta, hogy csak így lehetek még jobb állapotban, tehát így nekem egy komolyan egy ilyen teljesen új életet kell kezdenem. Az az igazság, hogy kicsit visszahisztam, kicsit elhanyagoltam magamat az elmúlt időszakban, meg egy csomó minden van. Meg a másik, amit akartam nektek mondani, a bakelit lemezek vásárlásáról is leszokok, tehát csak akkor veszek bakelit lemezt, ha rohadtul le van árazva. Tehát azt már ugye mondtam is nektek, hogy olyan drágák lettek a bakelit lemezek, hogy már nem éri meg az árát. Tehát nem, egyáltalán nem éri meg az árát, van nekem annyi lemezem, hogy azt nem hallgatom annyit a bakelit lemezeket, mint a CD-ket, de szoktam hallgatni a bakelit lemezeimet, csak ugye bent a belső szobában. Akartam venni magamnak egy ilyen hordozható, de olyan sokba kerül az is, hát felesleges erre pénzt költeni. Én most azon gondolkoztam, hogy most én leginkább ilyen élményekre szeretnék költeni. Természetesen, ha élményre költök, akkor fényképezek, beteszem a blogba, és azokban a legjobb képeket fogom kinyomtatni az aktuális következő Benovelász újságomban. Tehát egy kicsit, ugye a világomat egy kicsit kibővítettem ezzel a három új csoportommal, de közben egy picit vissza is vettem belőle, hogy azért mégis legyen egy adott terület. Kicsit sok volt ez az utóbbi időben, ez a túlzott videóbeszámoló is, egy kicsit most így úgy volt, hogy szükségem volt arra, hogy egy kicsit többet beszéljek, de közben más háttérbe szorult. Tehát nekem muszáj úgy kiépítenem az
a világomat, hogy mindenre jusson idő. Ennyi. Benne a Velász magazinban is lesz még egy változás a újságomban, hogy például a tévéműsorok nem lesznek benne kinyomtatva, elég, ha benne van a számítógépben és a kitalált városkámban, az ottani tévéboxokban benne van a tévéműsor, meg tudják nézni, de Benne a Velász magazin 3 havonta fog megjelenni, és a következő május végén, amikor is a nyári újság fog megjelenni. És akkor március, tehát igazából most így már kevesebb lesz az újságnak a lényege. A decemberi szám az természetesen nem lesz, tehát nem lesznek havi újságok, persze a számozás az persze automatikusan le fog csökkenni. Tehát például most, ugye most van ugye ez a 91. lap, 91. lap lesz. A logó az természetesen megmarad, a kicsit meg lesz változtatva egy csomó minden az újságban, de nem vész el, csak átalakul. Én ezt az újságot nagyon szeretem csinálni, de tényleg ott van a blog. Az összes cikk, amit megírok, egy Microsoft Word-ben lesz eltéve, tehát lesz nekem egy dokumentumom, amit az USB-ben fogok tárolni, illetve a számítógépen. És ezeket a képek, és ezekből én kiválasztom az adott cikkeket, új dokumentumba teszem, és oda fogom pakolgatni a kiválasztott képeimet. És úgy fogom megformázni, ahogyan én akarom. Tehát semmi értelmét nem látom annak, hogy havonta költsek egy rakáspénzt, erre költsek meg. Most éppen a vásáron keresztül akarják kompenzálni az ő veszteségüket. Ezt nem tartom tisztességesnek, és megmondom őszintén, feleslegesnek tartom, hogy ennyi pénz elmegy ezekre a dolgokra. Tehát ennyi. Ha mondjuk tételezzük fel, megjelenik egy énekesnek egy új albuma, a jövőben már csak a CD verziót fogom megvenni. Benne lesz a reklámos papír, tehát benne lesz a reklámos ajánló része, azt természetesen berakom, de nem fogom megvenni a Bakalit lemezen, csak CD-n veszem meg, és természetesen, ha lesz ilyen unboxing videó, az természetesen lesz unboxingos videósorozat. Folytatódik az unboxing videó, kézműves alkalmak is lesznek, amivel rajzolunk, alkotunk, és lesz egy zenehallgatós adás, ami szintén a Benne a Velász 2-es csatornámon lesz elérhető. Ez egy külön sorozat lesz, egy zenei műsor. Még nem tudom pontosan, milyen címet adjak neki, de nagyon fogom egyébként élvezni. Tehát igazából 3 különböző sorozat lesz, plusz a Benne a Velász magazin online adása. Én ezt szeretném nagyon, és az újság pedig 3 havonta fog csak megjelenni. És ez nekem jobb is, mert akkor kevesebb nyomtatás, ráérek arra még, és bármit össze tudok egyébként szedni. A másik egyébként, hogy havi hülyeséget mondok, heti egyszer lesz Benne a Velászos műsorom, hetente egyszer csinálok egy adást, de lesznek olyan alkalmak, amikor majd több adás is lesz, amikor különleges alkalmak vannak. Tehát például most legyen meglepetés, jó? Én nem árulok el nektek semmit. Jól van? Nem akarok semmit mondani, mert babonás vagyok. Na, tehát ennyi. Tehát lesznek majd olyan adások, amikor majd több adás is lesz, de úgy mindennek szeretném, hogy is mondjam nektek, szeretném mindennek, hogy meglegyen mindennek az ideje. Úgy terveztem egyébként a Benne a Velász adást is, a heti adásokat, hogy hétközben felveszek kisebb ilyen az aktuális héten történt dolgokat, lesz egy kis beszámoló, és azokat összeolvasztom. Még az is egyébként, az is lehetséges, hogy ez lesz. Én így gondolkoztam. Egyébként ezt meg kell még terveznem, a következő időszakban lesz ennek a próbafutása. Ugye most a 249. adás, és ugye a 250-től egészen úgy össze akarok vonni különböző adásokat. Tehát majd meglátjuk, hogy hogyan fogom ezt csinálni, de majd megbeszéljük a részleteket, mert nem akarok egy nap, egy-két órát beszélni,
Tehát, hogyha lesz egy normál adás, akkor azt meg tudjátok nézni. Tehát egy csomó mindent szeretnék. Na, viszont most szeretnék benteket egy kicsit elvinni metrózni. Ma elmentem egy kicsit metrózni, és kicsit részleteket kaphattok a metrós, az újabb metrós videósorozatomból, mert tervezek egy metrós összefoglaló sorozatot is a külön közzé tenni. És még nem tudom, hogy hogyan vonjam össze őket, de külön metróvonalanként szeretném ezt megcsinálni. Na, jó szórakozást! Találkozások.
ebben a nem takarítják rendesen. Na már jön is.
nem álljon a következő. Most megvárjuk, hogy jöjjön a következő szerelvény. Ez annyira izgalmas rész. Na, már itt is van. Kis hernyó kijön a lyukból. Ezt most nem akartam tágas formájában felvenni, mert akkor az a kis lyuk az nem látszódott volna. Na, ez jó kis képeslap. Ez jó kis képeslap mintának tökéletes. Nem csak. Du-du. Ha megyek Bécsbe, akkor majd fogok csinálni annyi jó pofa képet. Na, majd a következő. Megpróbálok egy kicsit fókuszálni közelebbről a... Szeretem egyébként a metrót. Pontosan 10 éve jár már az asztom a kettesen. Pontosan 10 éve. Megvárunk, aztán elmegyünk.
Elnézést a minőség miatt, de csak itt tudom felvenni. Na, már itt is van. Lassan elmegyünk, tovább megyünk. Képzeljétek el, a Pillangó utcánál volt egy eléggé rossz indulatú metróvezető, így rám fújt. Hát nagyon megijedtem, mert én nagyon nehezen viselem a nagyon hangos dolgokat. Például amikor Viktorral felmentünk hozzá a lakásába, akkor ugye a busz megállóban vártunk, és alul és felettünk, a híd alatt voltunk, és felettünk elrobogott a vonat. Én nagyon nehezen viselem az ilyen túlzott hangot. Az ember ilyenkor megijed, és hajlamos balesetet szenvedni. Na most az illető, most oké, ez egyértelmű, hogy rossz indulat volt, de mondtam magamban nyugiben, hát azért, de jól kezeltem a szitút, tehát jó, hogy nem kiabáltam már arra a nőre. Örülhet neki, hogy metró alagutat láthat. Örüljön neki. De szerencsére nem volt semmi gond. Élveztem nagyon egy kicsit, hogy kimozdultam a lakásból, mert azért húsvétkor is egyszer-kétszer lementem a boltba. Kicsit legalább le kellett mennem egy kicsit levegőzni, mert azért egész nap nem lehet itthon ülni, bezárkózni, és értitek, az nem egy jó érzés. Ma is elmentem, már egy kicsit későn ébredtem fel. Ugye volt egy kis problémám az elmúlt időszakban, ami velem kapcsolatban történt, hogy túlságosan is elhanyagoltam saját magamat. És hogy jobban kell figyeljek az egészségemre. Most például észesen vettem, de húsvétkor rengeteget ettem ismét. Sonkából, tojásból, elképesztő mennyiséget, tehát nagyon-nagyon sokat ettem. Annyira sokat, hogy ez a székletemen szerencsére volt székletem, de rengeteget ittam vizet. Tehát minden nap megittam legalább egy vagy két üveg ásványvizet. Nem azért, mert sokat ettem egyszerűen, szükség van a folyadék bevitelre. És most a héten nem volt úszás, mert a tanáromnak közben jött valami, jövő héten folytatódik, és de mondjuk nem is tudtam volna ma menni, mert egy nappal korábban kell befizetni a díjat, tudjátok. És most ugye nap ugye hétfő volt, nem is tudtam volna a suhanynál befizetni a pénzt. És akkor az volt, hogy itthon voltam ma, és nagyon elaludtam, és gondoltam, elmegyek egy kicsit, meg minden. Tegnap történt valami, tegnap ugye van egy csoporttagunk, akit Pető Ferencnek hívnak, pontosabban a Facebook csatornámon. Volt egy CD-s gyűjtő oldal, amit én nagyon-nagyon-nagyon szerettem, de kiléptem onnan két okból. Az egyik ok az volt, hogy ugye Pető Ferencet kitették onnan, mert nem tudom miért, mert bizonyos szabályokat nem tartott be. Apropó szabályok. Én megértem azt, hogyha az ember hogy nyugodtan akar élni, bizonyos szabályokat be kell tartani, meg hogy ne legyen káosz a világban. Én megértek bizonyos szabályokat, de a felesleges és értelmetlen szabályokkal nem vagyok egyet. Nem értek egyet. Ugyanis nagyon sok olyan szabály van ebben a világban, amire azt mondom nektek, hogy semmi értelme nincs. Na most ebben a CD-s csoportban Pető Ferenc nagyon-nagyon sok értékes CD-jét, DVD kollekcióját mutatta meg, és ezeket olyan szép dolog volt nézni, olyan jó volt ezeket nézni, mert én, aki nagy CD-fan vagyok, hát ez egy kincs, amit ő összegyűjt. Hasonlóan gyűjtő, mint én vagyok. Tehát ennyi. És nem tudom, volt valami probléma, hogy
Nálatok a csoportokban nem lehet, nem szabad reklámozni bizonyos oldalakat, meg minden basszus. Akkor már ennyi erővel, akkor már arról sem beszélhettek, hogy például a Tamásnál szoktam rendelni lemezeket a Face the Music-on. Most értitek, mire fel ez a nagy konkurencia biznisz? Most szerintem mindenki maga dönti el, hogy hol vásárol CD-t, vagy DVD-t. Értitek, ugye? Én hűséges típus vagyok. Jó, korábban én a CD pincétől rendeltem dolgokat, de tőlük azért nem rendelek már, mert nagyon bizonytalan volt a rendelés. Tehát nem tudták, igazából nem mondták meg nekem azt, hogy megjön-e valaha az adott lemez, vagy sem. És nekem elegem lett abból, hogy bizonyos újdonság se érkezett meg, de a Tamásnál megjöttek. És én akkor átpártoltam a Tamáshoz, a Face the Music-nál, mert tőle megkapom azt, amit máshol nem kaptam meg. Tehát ott van egy megrendelés követés, és így tudom követni, hogy egy adott lemez mikor fog megérkezni, vagy éppen nem. Ha én megrendelek egy lemezt, akkor eleve az első, amit a megrendelés követésnél olvasok, hogy megrendelését rögzítettük. Ha éppen nincs raktáron, akkor odaírják, hogy a terméket megrendeltük külföldről, előjegyzésbe került. És amikor jön a lemezem, akkor sikeres beszerzés, a rendelése pár napon belül megérkezik. Ha megjött a lemezem, a megrendelése megérkezett. Tehát benne van egy olyan funkció a Face the Music-on, amiben tehát figyelemmel tudom kísérni az adott lemezek státuszát. És ez jó, mert így előre tudom azt, hogy mi van. Na most, például a Tamásnál most már csak CD-ket fogok rendelni, tehát a bakelit lemezeket már így. Azon már több pénzt nem akarok beléjük fektetni, ha csak nem lesz egy olyan díszdobozos kiadvány, én nagy, amiben lemez és CD van. Csak akkor veszek bakelit lemez, csak akkor. Példa, El Alma Laire, Alejandro Sanz, Picture Disc és CD-k. Kettő CD, picture disc, és egy nagy-nagy könyvecske. Na, a lényeg az egyébként, hogy itt erről van szó, itt erről beszélek. És igen, bakelit lemezeket is, tehát azt már azt abszolút, de vége. Ha esetleg van ilyen lemez, mondjuk 1 vagy 2 000 forint, akkor szívesen megveszem, de ennél többet már nem akarok nagyon kiadni érte, értitek? Az az igazság, tudjátok, hogy sokszor költöttem úgy pénzt, hogy felesleges dolgokra költöttem. Na. Az autizmusnak van egy tünete, hogy mániákus gyűjtők vagyunk. Te komolyan mániákus gyűjtők vagyunk, és mint hogy ebből kezdenék most kijönni. Esküszöm. Mert most az az igazság, hogy sokkal fontosabb dolgok is vannak, amire költhetnék. És leginkább most el is döntöttem, mire költök. Most igen, az van, hogy leginkább élményekre szeretnék költeni, szeretnék leginkább hasznosabb dolgokra költeni. Az, hogy költök tollakra, az oké. Okay. De igazából azon is gondolkoztam, hogy ha már így másra szeretnék költeni, akkor valamikor majd a későbbiekben, majd úgy nyár vagy ősz között, én majd befektetek egy stabiló, színes ecsetfilctól készletre, nem érdekel, ha 10 000 forintba kerül, én megveszem magamnak. Mert azokat én jobban tudom használni, azok nem fogynak ki egy pillanat alatt. És ez jobb is lesz. Veszek most például 1 vagy 2 csomag agyagot is, például szeretnék agyagozni, szeretném nektek egy-két dolgot megmutatni. Tehát a kézműves alkalmainkra szeretnék olyanokat csinálni, amiket szívesen megmutatok nektek. Például most nagyon gondolkoztam azon, hogy egy-két dolgot így ne akarok itt a szobában is változtatni, át akarok alakítani néhány dolgot, mert van mit, azt hiszem. Tehát értitek, ez olyan dolog, hogy most például olajfestéket vettem 1800 forintért, amik nagyon olcsó. Tehát azt inkább ilyen vászon dolgokra fogok festeni. Majd a Zsuzsától megkérdezem, hogy hogyan kell az olajfestéket letörölni az ecsetről, mert nagyon úgy fest, hogy ecsetet is kell majd venni.
Tehát ennyi. Tehát, hogy fontosnak tartom ezt. Vannak ilyen terveim, és ezeket be tudom viszont tartani, mert nem csak. Ezeket be tudom egyébként tartani. De így visszatérve erre a Benovelász magazinra, azért örülök is, hogy ezt a lépést én megteszem, ezt a döntést én meghoztam, mert nekem magamnak segítek ezzel anyagilag, és szeretnék félre is tenni pénzt, hogy legyen mása is, tehát anyám is azt mondta nekem, hogy legalább nem lemezeket veszel, és örül, és igaza is van, mert sokszor vettem úgy lemezeket, hogy sok volt egyszerre. Na. Az ember ezt szereti. Tehát az az igazság, hogy volt időszak, amikor nem vettem lemezt. Ezt egyszer már meséltem nektek, amikor volt a korábbi világválság, és akkor nagyon sok CD lemezről lemaradtam, és mai napig bánom, hogy nem vettem meg azokat. És bennem ez maradt meg annó, hogyha most nem veszem meg az adott albumokat, akkor ez lesz, az lesz. De sok. Értitek? A CD lemezeket azt fogom vásárolni, azt fogok venni, tehát azt mindenképpen, de a bakelitnek vége van. És szerintem így jó, ahogy van, tehát ennyi. Na, én akkor lassan búcsúzok tőletek, mert most szeretnék kicsit most visszavonulni. És hát remélem tetszeni fog nektek ez a kis metrós összefoglaló, de attól még a Benovelász magazin nem fog megszűnni, tehát ne aggódjatok emiatt. Csak kicsit meg kell változni ennek az egésznek, mert túl sok minden történt, tehát mindegy, ezek ilyen dolgok. Meg nem árt, hogyha az ember emlékeket gyűjt, és bemutathatom nektek, és megnézhetitek, amikor csak akarjátok, tehát egy csomó minden van. Na, akkor csatlakozzatok egyébként a csoportokhoz, várlak benneteket szeretettel, és akkor esetleg az is megoldhatjuk, hogyha van kedvetek, akkor lehet egy ilyen Benovelászos nyitott csoport is, bár nekem van egy zárt csoportom, de azért még gondolkodom, hogy abból legyen-e egy nyitott csoport. Meglátjuk, mi lesz. Jól van? Oké. Na, hát kellemes napot kívánok. Jaj, még annyit akartam mondani, hogy hol is van? Hol vagy? Ja, igen. A legutóbbi Vox magazinnak a Sikoly cikke is be van szkennelve. A Venovelászos Facebook oldalon megtaláljátok. Ott is ennek a linkét is betettem a videó alá, jó? Megnézhetitek. Egész jó lett, tehát bárki elolvashatja ingyen. Sok szeretettel adom. Na, kellemes estét nektek, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok!